Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Szerb Antal így ír Zrínyi Miklósról. Főúr és költő, misztikus és reálpolitikus. Zrínyi dicsőségünk végső daliája nevünknek. A múlt században a kard és a land hősének nevezték, és ez a kissé patetikus kifejezés válik élményé a Zrínyivel foglalkozóban, amikor eltűnődik, hogy az embert vagy a költőt illeti-e mélyebb zászlóhajtás. Költészete tornyosan fent áll, mint régiségünk legnagyszerűbb, legélőbb és ugyanakkor legtávlatosabb dokumentuma. De az ember alak, amelynek körvonalai feszülnek a mű és az életrajz mögött, legenda és szellemi történelem a mű irodalmi értékétől függetlenül is. Zrínyiben éppen az az egyedülálló, hogy műve és ember alakja annyira méltók egymáshoz. Élete. Gróf Zrínyi Miklós a szigetvári hős dédunokája, Zrínyi György horvátbán fia, született 1620-ban, Ozajvárában, Horvátországban. 1628-ban zászlós úr. Atya meghalván Battyányné Poppeléva neveli. 1630-tól 36-ig. Grácsban, majd Bécsben tanul a jezsuitáknál. 1636-ban olaszországi útra megy. 1638-ban megkezdi portyázásait a török ellen. 1646-ban generális lesz, 47-ben pedig horvátbán. Első házassága Draskovics Eusébiával 1640-től 50-ig tartott. Egy évvel első felesége halála után elveszi báró Löbl Mária Zsófiát. 1655-ben mellőzik a nádor választásnál. 1660-ban a haditanács visszaparancsolja Kanizsa falai alól. 1661-ben felépíti új Zerinvárát. 1664-ben Zrínyi diadalmas téli hadjárata következik. Monte Cuccoli tétlenül nézi, amint a török lerombolja új Zerinvárát. Ugyanennek az évnek a végén Zrínyit egy vatkan megöli a kursaneci erdőben. Részletek következnek Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban. Lévai Anita és Potó István könyve Királygyilkosságok Magyarországon. Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatásának titokzatos körülményei. Zrínyi politikai karrierje. A magyar történelem talán legszebb és egyben legtipikusabb rejtélyes halálesete, Zrínyi Miklós vadász balesete pontosabban meggyilkoltatása. 44 éves korában hirtelen, váratlanul hunyt el, és ezzel egész politikai, katonai életműve befejezetlen maradt, torzóvá vált. Véletlen vagy éppen óramű pontossággal kitervelt halála, elhallgattatása oly mértékben tette teljessé a nemzeti tragédiát, hogy igazán el sem képzelhető véletlen volta. A tragédia után nyomban suttogni kezdték, hogy nem is vatkan ölte meg, hanem Bécs orgyilkos megbízottja lőtte le vadászat közben. Így lett volna szükségszerű, így kellett volna megírni egy tragédiában. De hát nem ritkán a véletlenek végzik el a szükségszerűség munkáját. Élete töredék, de emberi alakja, küldetése mégis teljes, erkölcstani példázat, követendő embereszmény, valamint teljes irodalmi életmű. Hogy Zrínyi miként halt meg, és mi rejlett az ügy hátterében, azt könyvtárnyi irodalom boncolgatja, de hivatalosan általában a vatkan verziót fogadják el a történettudósok. Ugyanakkor még a Habsburg-hű Eszterházy Pál, a későbbi nádor is így fogalmazott a vadászbaleset kapcsán. Sokan nem hitték el, hogy halála váratlanul esett. Idézzük tőle. Ahhoz, hogy megkíséreljük-e titokzatos történelmi bűntényt felderíteni, illetve megpróbáljuk a körülötte zajló történések miértjeit megérteni, feltétlenül szükséges megvizsgálnunk azt a történelmi hátteret,
amibe főszereplőnk beleszületett. Magyarország a 16. századból a széttagolódást, a három része szakadást, a török hódítást és a Habsburg befolyást örökölte. A királyi Magyarország a Habsburg tartományok és a török birodalom közé szorítva kilátástalanul nehéz helyzetben volt, hiszen a törökök kiűzését saját erőből nem tudták véghez vinni. Ehhez szükségük volt a Habsburgok segítségére, de nekik a nyugati állapotok miatt nem állt módjukban támogatást küldeni, sőt, egy esetleges nagyobb török támadást sem kockáztathattak meg. Így, mint történelmünkben oly sokszor, még a nagy testvér megtiltotta a törökkel való csatározásokat, csupán a passzív védekezés volt lehetséges. Bár a legtöbb magyar főúr felismerte, hogy Habsburg politika nem szolgálja az ország érdekeit, nem találtak politikai megoldást. Zrínyi volt az első, akiben szilárd eltökéltséggel megérlelődött Magyarország és Erdély összefogásának gondolata a török kiűzésének megvalósítása céljából. Valami isteni belső sugallat sejtette meg vele, hogy a török ereje minden látszat ellenére lehanyatlóban van. Csalhatatlan érzékkel látta azt is, hogy kizárólag a magyarok egyesült ereje, szervezett összefogása képes a török elleni eredményes harcra. Az Zrínyiek ősei az Árpádok korában vitézlő dalmát tengerparti brebiri grófok voltak, nyilván olasz származásúak, akik elkeveredtek a még nagyobb hatalmú horvát hűbérurakkal, a suvicokkal, a későbbi frangepánok elődeivel. A horvát történelemben Zrinszky néven szerepelnek. Zrínyi Miklós a magyar költészet klasszikusa, de öccse Zrínyi Péter, a bécsújhelyi vértanú, Zrínyi Ilona apja, még horvát költő is volt, és Petár Zrinszky néven a horvát irodalom klasszikusa. A 16. századra az Zrínyiek az ország legnagyobb és legtekintélyesebb családjává váltak. Maga Zrínyi Miklós sem válogatott az eszközökben, hogy birtokait növelje, elkövetett erőszakot, csalást, orgyilkosságot egyaránt az érdekházasságig bezárólag, amikor feleségül vette Frangepán Katalint, megszerezve a terjedelmes Frangepán birtokokat. A hitviták korában, ahogy az aktuális főúri érdek megkívánta, úgy változtatta vallását a család. Még a költő is reformátusnak született, de gyerekkorában a család császárhűsége szükségessé tette a visszakatolizálást. Mire Zrínyi Miklós kisgyermekként árvaságra jutott, a család buzgó katolikus lett. Az apa 1626-ban meghalt, Zrínyi György végrendeletében fiai nevelését a királyra, mint legfőbb gyámra bízta, főgyámjuk és nevelésük irányítója Pázmány Péter lett. Pázmány pedig lelkiismeretes gyám volt, aki maga gondoskodott a fiúk, különösen a már kora ifján feltűnően tehetséges Miklós neveltetéséről. Választása a gráci jezsuita iskolára esett, majd Bécsben folytatták tanulmányaikat, ezután Nagyszombatra kerültek. Összegezve az iskolásztatás meglehetősen rendszertelen volt, így nem hagyott túl mély nyomot az ifjú Zrínyiben. A gyermek Zrínyi lelki és tudatvilágát az otthon, az édesanyja és a szülői ház hiánya határozta meg. Az, hogy elégtelen iskolásztatása mellett mégis kora legműveltebb emberévé vált, Poppel Évának, Battyány Ferenc feleségének köszönhető. Két alapvetően fontos dolgot tanított meg a fiatalember számára, a magyar kultúra tiszteletét és szeretetét, valamint a vallási türelmet, mely szélesre tárta értelmének kapuit a tudás előtt. Itáliai tanulmányútja során Velencébe is eljutott, felserdült ifjúként magyarul, horvátul, latinul, olaszul, németül egyforma biztonsággal beszélt, írt és olvasott. Járatos volt az ókori latin irodalomban és az itáliai reneszánsz kultúrájában. A barokk ízlés körében élt, de emberi költői egyénisége vérbeli reneszánsz volt. A barokk misztika és a cikornyásság idegen volt és maradt tőle. 17 évesen szabadult fel a gyámi ellenőrzés alól. Öccsével, Péterrel azonnal átvették a családi birtokok irányítását, földjeik a Mura köztül az Adriai tengerig húzódtak. A birtokok jövedelmét a két testvér pontosan megfelezte.
A dédapa, a legendás hírű idősebb Zrínyi Miklós egyszerre volt féktelen kiskirály, és a honvédelem példás bátorságú, és még halálában is rettenthetetlen hőse, a szigetvári vértanú. Utóbb maga a dédunok, az Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér állított neki maradandó emléket a Szigeti Veszedelem című munkájával, mely nem csupán a magyar barokk irodalom egyik kiemelkedő alkotása, hanem politikai üzenet is volt. Vajon milyen belső kényszer munkált e fiatal emberben, hogy ilyen gigantikus méretű irodalmi művet hozzon létre? Föl kellett ébresztenie, magához kellett térítenie a magyarságot, minden erejét a török ellen mozgósította. Ehhez jó hadseregre, korszerű hadviselésre, politikai egységre, a vallási viszályok megszüntetésére volt szükség. A nemzet baja az erkölcsi züllésben volt tetten érhető, az ősi erények sárbatiprásában, a vallásos érzelmek kiüresedésében, a kabzsiságban, a politikai megosztottságban. Isten meg akarja bosszulni a magyarok bűneit, ezért Szulejmánt küldi az ország elpusztítására. Dédapja iránt érzett tisztelete, csodálata, a családi kegyelet vezette tollát. A török ellenes harcra akarta ezzel is buzdítani Zrínyi a magyarokat, pontosan felismerte az aktív védelem cselekvési lehetőségét. Arcul csapásért kettőt is, hármat is adni, mondta. Harcainak legfőbb hajtóereje a magyar népért érzett feltétlen felelőssége, az ország sorsa feletti aggodalma. A 26 éves költő az eposzban mesterien mutat rá az ország legégetőbb problémáira, egy erős nemzeti királyság megteremtésére, az erkölcsi megújhodásra, a hadviselés reformjára, és mindeközben észrevétlenül államférfiúvá, politikai gondolkodóvá és hadtudományi íróvá válik. A szemtanú, Bethlen Miklós emlékezése.
az évszázad legnagyobb magyar politikusa szállt sírba Zrínyivel a magyar történelem egyik legválságosabb pillanatában. A váratlan haláleset mindenkit rendkívüli módon megdöbbentett, így hamar kialakultak az összeesküvés elméletek. Ez pontosan olyan, mintha a választás előtti éjszakán autóbalesetet szenvedne az esélyes párt vezetője. A közvélemény a balesetet nem tudta elfogadni, mindenki biztos volt az udvari merényletben. De mi történt valójában? Meggyilkolták, politikai gyilkosság áldozata lett tehát ez a csodálatos magyar vezető, vagy ahogyan akkoriban robbant a hír, Zrínyi Miklóst felöklelte egy vatkan a kusaneci erdőben. 1664. november 18-án több magyar és horvát főúrral vadászni ment a Csáktornya környéki kusaneci erdőbe. A vadászat végeztével már indultak volna hazafelé, mikor jelezték neki, hogy az erdőben láttak egy megsebesített vatkant. Zrínyi azonnal leugrott a kocsiról, és egy vadásszal elindult a vatkan felhajtására. Vadászkésével ment neki a vadnak, kétszer megsebezte, de az hirtelen felugrott, letepelte Zrínyit, mellét pedig felhasította. Mire társai odaértek, már haldoklott. Vajon mennyire lehet életszerű e hír? Tudva levő, a bécsi udvar aggodalommal figyelte, hogy Zrínyi szembefordul a politikájával. Az észszerű megoldás nem lehetett egyéb, mint megszabadulni Zrínyitől, méghozzá lehető legrövidebb időn belül. Megalapozott a gyanú, hogy valóban a Habsburgok keze volt a dologban, hogy leszámoljanak erőssé vált vetélytársukkal. Zrínyi halála többféle módozatban és variációban él. Az első szerint a halálhír éppen a csáktornyai postai futárral érkezett. A hír szerint Zrínyi egyedül indult lovon a hárommázsás sebzett vatkan nyomába, abban a reményben, hogy kardjával egyedül elbánik vele. A feldődött állat azonban ellene fordult, három nagy sebet ejtett rajta. A kiáltására utána siető szolga egy francia űzte el uráról a vadat, és találta meg a nyomorultól elintézett grófot. Az elsődleges információként számon tartott szerzőtől Bethlen Miklós diáriumunk több helyen eltér. Megegyezik abban, hogy Zrínyi egyedül indult el lovon, senki nem látta, a vaddisznó földre teperte, és három sebet ejtett rajta. Az eltérés egy feltehetően hatáskeltő adat, a vatkan súlya, azaz kb. Három mázsa, továbbá az, hogy kitalálta meg Zrínyit, mivel minden eddig ismert forrás arról tud, hogy a Zrínyit követő kísérő a horvát Póka, az olasz Majláni, és a szintén olasz Angelo nevű inas volt. Váratlanul új elemként jelent meg, hogy elbeszélőnk szerint a grófot egy francia találta meg. A második haláltörténet minden általunk ismert változattól eltér. Eszerint Zrínyit nem is vaddisznó, hanem egy medve sebesítette halálra. A megsebesített medve ugyanúgy viselkedett, mint a vaddisznó. Aztán még egy érdekes verzió, miszerint Zrínyit nem vatkan, hanem egy azonos nevet viselő miniszter, Porcus, melynek jelentése vaddisznó, ölette meg. A hivatalos történetírás álláspontja természetesen kategorikusan tagadja a merénylet tényét, oly módon, hogy még Zrínyi halálát is letagadja. Egy a vadászaton jelenlévő főúri német szemére hivatkozik. Idézet: Zrínyinek évek óta szokása volt éjszaka felkelni, és teljesen egyedül az erdőbe menni. Ez történt akkor is, amikor a megsebesített vaddisznóról jött a hír. Zrínyi azonban reggel visszatért annyira fáradtan, mintha egy egész csapat ellenséggel harcolt volna. A dicstelen halál ezt követően vitte el. Az elbeszélés figyelemre méltó új elemei. Zrínyinek szokása volt éjjel egyedül kimenni az erdőbe. Ez a motívum megegyezik Forstall Mark feljegyzéseivel. Egy korabeli naptárbejegyzésben az alábbi olvasható, az 1664. november 18-ai dátum alatt. Idézet: Gróf Zrínyi Miklós horvátországi bánt vadászatba egy erdely megölte. Az erdely szót erdeinek szokás értelmezni, ami állítólag akkoriban vaddisznót jelentett, pedig ezt a szót máshogy is olvashatjuk, például így, erdélyi. És a vadásztársaságban egyetlen erdélyi ember volt, a rejtélyes erdélyi személy pedig bizony Bethlen Miklós. Talán a későbbi kancellárnak köze lehetett Zrínyi halálához. Részese talán okozója lehetett a balesetnek?
Esetleg a gyilkosságnak? Lehetséges, hogy a korszak egyik legjelentősebb történeti írója, politikusa ifjú éveinek mélyén ilyen szörnyű véres titok lappang? Tehát Bethlen önéletírásában annyira félt, hogy nem merte az igazat megírni. Mivel Bethlen a művét a bécsi börtönben írta, az utókornak szánt jelzés egyértelmű. Idézet? Rab vagyok magam is, nem írhatom meg az igazat. Idézője bezárva. Bocsánatos bűn. Csak akkor az egész vadászatot úgy kellett megörökítenie, hogy a Habsburgoknak a legnagyobb tetszésére váljék. Egyszerűen józan ésszel nem hihetünk abban, hogy a híres vitéz és nagyvadász ilyen banális körülmények közt pusztult volna el. Továbbá rendkívül érdekes az is, hogy Zrínyi bizalmasának, Vitnyédi Istvánnak a bán haláláról szóló levele mindeddig nem került elő. Az ügyvéd iratait halála után 1670-ben a kormány lefoglaltatta, és megsemmisítette azokat. Nehezen tartjuk hihetőnek a teóriát, mely a vatkan által okozott halált fogadja el. Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a 17. század egyik legnagyobb formátumú magyar jelleme nem tartozott a bécsi udvar kegyencei közé. A fentiek alapján kijelenthetjük, az 1664. november 18-ai vadászaton nagy valószínűséggel orgyilkosság áldozata lett. Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.